Köszöntöm nézőinket! Ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2013. szeptember 2-án, hétfőn este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Vége a szünidőnek. Változások az idei nevelési évben. Nyári élmények. Közel 220-an táboroztak a Futurában. Harmadik forduló. Ismét vesztettek 3 pontot. Több újítással kezdi meg az idei tanévet valamennyi általános iskola. Az első osztályos tanulók a helyi önkormányzatnak köszönhetően a tankönyvek mellett ingyenesen kapták a füzetcsomagot is. Ez nagy segítség a szülőknek a tanévkezdésben. Emellett több változás is érvénybe lépett a köznevelési törvény értelmében. Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pot és sok gyerek. Számom, betűk, dallamok, szervusz iskola, itt vagyok! A harmadik évfolyam ünnepi műsorral köszönti új diáktársait a Móra iskola alsó tagozatos évnyitóján. Ebben az évben is természetesen van egy kis meglepetés a szülők, illetve a gyerekek számára. Talán a legfontosabb és kedvező hír a szülők számára az volt, hogy ettől a tanévtől kezdve az első osztályos tanulók ingyenesen kapják a tankönyveket. A helyi önkormányzat ezt még azzal is kiegészítette, hogy a füzetcsomagokat is ingyenesen kapták meg a családok. Ez nagy segítség a szülőknek, hiszen a beiskoláztatás anyagilag is megterheli a családokat, főleg ha több gyermek is van. Az előző évhez hasonlóan idén is mindennapos a testnevelés óra az intézményben, az első és az ötödik évfolyamban. Ez év szeptemberétől a gyermekek minden nap 16 óráig tartózkodnak az intézményben. A tantestülettel egyeztetve különböző érdekes foglalkozásokat próbálunk szervezni a délután folyamán. Természetesen, amennyiben a szülők azt kérik, hogy a gyermekük ne vegyen részt ezen a foglalkozáson, abban az esetben lehetőség van arra is, hogy elkérjék a gyereket, tehát ekkora tanítás után hazamehetnek ugyanúgy, mint ez régen volt. Az első osztályos diákok szülei már a beiratkozáskor döntöttek arról, hogy gyermekük erkölcstant vagy hit és erkölcstant tanuljon. A hit és erkölcstan, illetve erkölcstan bevezetése első és ötödik évfolyamon fog megtörténni. Nagy várakozással vagyunk mi pedagógusok is ez iránt. A tanulók, illetve a szülők döntése alapján természetesen mindkettő indulni fog. Az erkölcstant az iskola pedagógusa fogja tanítani, míg a hit és erkölcstant pedig a szülők által megjelölt egyház képviselője, vezető hitoktatója fogja tartani. Az előző évekhez képest idén több a gyermek a Móra iskolában. A megszokott 3 helyett most 4 első osztály indult, így körülbelül 680 diákkal kezdi meg a tanévet az intézmény. A kis elsősök pedig izgatottan várják, hogy elfoglalják helyüket az iskolapadban. Hát mi szeretnék megtanulni számolni. Már jó lenne, hogyha megtanulnák olvasni. Meg úgy jó lenne már iskolába járni. A Máté megmondta, hogy mi van abban a cukorüveg sapkába, és nagyon vártam. A te kedvenc tantárgyam a matek, meg a torna. A nyár utolsó hétköznapján közös programmal várták a Futura táborozóit. A szünidő 8 hetében alkalmanként 20-25 kisgyermek vehette birtokba napról napra az élményközpontot. A záró napon sem maradtak feladatok és élmények nélkül. Átélni, kutatni, játszani. 8 hét alatt közel 220 gyermek ismerkedhetett meg ezzel a jelmondattal, szlogennel. Ennyien vettek részt ugyanis a Futurában a nyári táborokon. A napközis táborunknak a lényege nem csak az volt, hogy egy biztonságos helyen legyenek a gyerekek a nyár folyamán, hanem olyan dolgokat ismerhessenek meg, amit fontos lesz az iskolában is, illetve a természet szeretetüket egy kicsit felpörgessünk. Közelebb kerüljenek a természeti elemekhez, a természet védelméhez, a természetjárások során nagyon sok védett növényt, illetve állatot ismertettünk meg velünk. A táborokban minden nap más-más programokkal várták a gyerekeket, akik végiglátogatták a Futura 4 szintjét, és különböző feladatokat oldottak meg. A víz szintjéhez például a halacskákkal kísérleteztünk, halat kábítottunk és vizsgáltuk mikroszkóp alatt. A föld szintjén különböző a földdel kapcsolatos kísérletek sorakoztak egymás után, például komposztáltunk, és a komposztáltunk
gilisztáló ládát töltöttük meg hétről hétre, gilisztákat etettünk, illetve a futorának a különleges sáskáival foglalkoztunk, őket is megetettük minden héten a gyerekekkel. A levegő szintjén repülőgépet hajtogattunk és azzal játszottunk, a tűz szintjén pedig dinoszaurusz filmet készítettünk hétről hétre. A záró rendezvényen a szülőket is bevonták a programokba, nem csupán a szervezők, a gyerekek is adtak feladatokat. Nekem nagyon élvezték ezt a tábort a gyerekek, szeretik a természetet, szeretik az állatokat, a bocsáskák azok. Nagyon-nagyon tetszettek nekik, azért is jöttünk vissza, hogy megnézzük, hogy hogyan élnek, mit csinálnak. Engem is rá akarnak beszélni, hogy fogjam meg őket, simogassam őket. Én remélem, hogy jövőre is vissza szeretnének jönni. Tehát úgy érzik magukat, mintha otthon lennének most már. És természetesen nem maradtak otthon a testvérek, unokatestvérek, rokonok sem, akik a nyáron szintén osztozhattak az élményekben. És amikor hazaért, akkor azt kérdezte, hogy jöhetne még egyre. És mondtuk neki, hogy hát ez most már ugye sajnos nem lehet, mert ugye tele vannak a táborok, de azt mondta, hogy ilyen táborra még szívesen jönne. A legnagyobb kritikusok természetesen a gyerekek. Nekik úgy tűnik, ugyancsak tetszett a kezdeményezés. Főleg itt a holtséta, meg a repülőgép szimulátor is nagyon tetszett, meg a vízszinten levő játékok, na, minden tetszett, meg a kirándulás az erdőben. Ősszel az október 28-ai héten, vagyis az őszi szünetben szerveznek majd tábort. Jövünk még futura! Idei harmadik mérkőzésén a második vereségét szenvedte el a Futura Mosonmagyaróvár. A miénk a Győri Eto 2 csapatának otthonában nagyon szűken 1-0 arányban maradtak alul. A 18. percben Antal ugyan hárította Matetics 11-esét, ám Novák fejese révén a 25. percben mégis megszerezte a vezetést az Eto. A második játék részben a Futura volt a domináns, de az egyenlítés még úgy sem sikerült, hogy az utolsó 6 percben emberelőnyben játszhattunk Pongrácz kiállítása után. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a győrieknél 3, az NB1-es kerethez tartozó focista is visszajátszott az NB3-as mérkőzésen. A negyedik fordulóban a Futura Mosonmagyaróvár szombaton 16:30 hazai pályán fogadja az eddig 100%-os listavezető BKV Előre csapatát. A Győrnek 3 visszajátszója volt az első csapat keretében. Tehát ez elég magabiztossá és stabilá tette a Győrt, meg hát ez mellett még az utánpótlás válogatottba és a 20-as válogatottba is szerepelt játékos. Az első fél időben nagyon megilletődötten kezdtünk, a Győr eldöntette volna a mérkőzést, nem szabad egy fél időn nyelényt adni egy semmilyen csapatnak, sem pláne nem a ilyen Győr szintű csapatnak. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Már korábban is mondtam, hogy minden mérkőzés nehéz lesz, de talán ez egy picit még nehezebb, hisz egy nagyon jó erőből álló csapat fog idejönni, aki ráadásul most jelen pillanatban eredményes, és meg kell őket állítani, nekünk meg el kell kezdeni a pontgyűjtést. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Megkezdődött a tanév, amelynek egyik új eleme, hogy az első és az ötödik osztályban hit és erkölcstan vagy etika oktatásban részesülhetnek a diákok. Most egy korábbi beszélgetésünket ismételjük meg. Friss híradóval szeptember 3-án kedden 19 órakor várjuk Önöket. Keressék híreinket a Facebookon is. Viszontlátásra!